Kezdődik a Hitköznapok a mikrofonnál, Kauzál Alexandra. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, és nagy öröm a számomra, hogy itt a Hitrádió stúdiójában köszönthetek egy nagyon kedves és nagyszerű házas párt, Opauszki Lászlót és Évát. Sziasztok! Szervusz! És mai alkalommal is egy nagyon izgalmas történettel ismerkedhetünk meg, sajnos csak nagy vonalakban az idő rövidsége miatt, de majd igyekszünk a lényeges elemeket elmondani a hallgatók részére. És hát nagyon köszönjük Évának, mert Éva egy nagyon finom tepsi zserbóval érkezett a kollégák nagy örömére ide a Hitrádió stúdiójába. Bólogatnak. Igen, és örülnek, és majszolnak, sőt a nógrádi tanárurat is megörvendeztettük vele, úgyhogy köszönjük, Éva. Mi a titkos recept? Nagy zserbó fan vagyok. Hát szerintem a szív. Én nagy örömmel készítettem. Igazából. Klasszikus recept? Igen. Nem, semmi különleges nincs benne, tehát nagyon egyszerű elkészíteni, de szerintem minden ételkészítésnél a szív a lényeg, hogy az ember hogy csinálja. Beleadjon apait, igen, anyait, igen, igaz? Igen. És te kóstoltad, Laci? Igen. Ehetsz ilyet? Hát mindent lehet, csak nem minden használ. De Éva zserbója biztosan használ. Bár azért használ. Azt mondtam mindig, hogy ha azt tettem volna mindig, amit ő ad, akkor nem lennék ekkora. Jaj, de amekkora vagy, akkora a szíved, úgyhogy... Ez így van. Ugye, az a helyzet, hogy együtt hisztem az Évával, amikor kismama volt, uh-huh. És ő mindig lefogyott, rajtam meg rajtam maradt a súlyfelesleg. A hagygyereknek a terhe, igaz? Terhessége rajtad maradt, ez nem baj. Nem igaz, de jól hangzik. Na, bevezetőként annyit rólatok, hogy ugye 35 éve vagytok házasok, hogyha jól számolom. Egy hét múlva. Hát pont jókor hívtunk be benneteket. Akkor nagyon boldog évfordulót kívánunk. Szépen. Meg fogjátok ünnepelni? Hát tudod, nálunk már úgy van az időszámítás, hogy Agrosz előtt, Agrosz alatt és Agrosz után. Úgyhogy unokákkal leszünk, vigyázzunk az unokákra, pára is. Hány unoka van? Hét. Hét. És fél. Ó, nem kérdezem meg, hogy a fél az hol, de gratulálunk. Köszönjük. Gratulálunk. És ugye 6 gyermeketek van, egy része akkor ezek szerint már a hallgatók számára is kiderült, hogy családos. Azért is kérdeztem amúgy, hogy hogy ünneplitek meg, mert az egyik műsorban hallottam rólatok, hogy igazából 30 éve voltatok házasok, amikor Laci, te igazán megkérted az Éva kezét, vagyis hogy volt valami normális esküvő, hogy volt ez? Hát úgy volt, hogy volt egy esküvünk, rendes esküvünk, 87-ben, és mindig, vagy hát mondogatta, hogy még sose kértem meg a kezét. Tehát, hogy oda mentem, odaadtam neki a gyűrűt, de úgy nem volt kérdezt, klasszikus lánykérés. Nem volt az, hogy most leszel a feleségem, vagy valami. Bár miért nem? Nem tudom. Szerintem volt. Egyértelmű volt már az elején. Uh-huh. Egymásnak vagyunk teremtve. Na, majd erre visszatérünk. És akkor pont nyaraltunk, az Agrosz környékén, és akkor Tapolcai gyülekezetben szoktunk ilyenkor elmenni pihenés közben. A legjobb kikapcsolódás szerintem úgy, hogy egy vidéki gyülekezet környékén nyaral valaki, és akkor ott elmegy helyi istentiszteletre. És akkor mondtam az Andrásnak, hogy pont keddi nap volt, azt hiszem egy ilyen biblia tanulmányozási... Tehát Mézes András a Tapolcai gyülekezet vezetője? Igen, uh-huh. Igen, és akkor... akkor elmentünk ott az istentiszteletre, és akkor felvezette az esküvőt, és akkor ott megáldott bennünket, illetve előtte már rendeltem egy gyűrűt az Évinek, és akkor elmentünk a Tesco-ba, a Keszthelyen, és ott le volt beszélve a hölgyel az ékszerboltba, és akkor ott letérdeltem az ékszerboltba előtte, és megkérdeztem, hogy lesz-e a feleségem 500 évre. Következő százal is, igen, igen, igen. És a gyerekek ott voltak, mert ugye Keszthelyi táborban voltak a gyerekek, és akkor... Tanuk előtt. És megjelentek hirtelen. És unokák előtt is. És majdnem akkor, a tanúhegyek árnyékában. Igen. Hát igen, de oda föl kellett volna menni, tudod. Igen. És a ruha valami ilyesmi, mennyasszonyi ruha? Nem, ja, nem, az nem volt. Az nem volt, azért nem. Hát gratulálok, ez nagyon szép dolog, és hát az is fantasztikus dolog, hogy tényleg 6 gyermeket így fel tudtatok nevelni az Úrban, ami azért nem kis teljesítmény, és még egy kicsit a foglalkozásra visszatérve, úgy tudom, te hitoktató vagy. Jelenleg igen. Jelenleg igen, Éva pedig szerintem sokan tudják rólad, hogy a Bornemisza Péter Általános Iskola Újszász utcai
telephelyének vagy az intézmény vezető helyettese. Igen, hát tanító vagyok. Köszönöm szépen. Jól feleltem. Test kaptam. Tanárnő. Na, de akkor egy kicsit menjünk vissza a múltba. Hogy is volt ez az ismerkedés? Én úgy tudom, hogy mindketten Győrben tanultatok egy főiskolán vagy egyetemen? Hogy igen, volt ez, főiskola. Laci? Mire készültél? Járműgyártási üzemmérnök lettem, arra is készültem. Te mindig is ilyen műszaki beállítottságú voltál? Igen, műszaki beállítottságú voltam. És akkor egyik nap ültem egy padon, el is vittük oda a gyerekeinket, megmutattuk, amelyik padon ültem körülbelül, és akkor egy ismerős hölgy kiszólt az ablakon, hogy mit buslakodsz magadban egyedül, szép fiú, ez voltam én, akkor nem így néztem még ki. És fel voltam háborodva, hogy oké, hogy ismerem, de hát akkor is ne, egy lány ne kiabáljon így ki nekem, és elszámoltam az ablakoknak a számát. És rá akartad törni az ajtót? Vagy? Igen, aha. És nem rátörtem az ajtót, hanem az évára, mert elszámoltam egyen, és így egy isteni csoda folytán hozzátörtem be, és őt teremtettem le, hogy mit képzelsz, hogy így kikiabálsz, de már láttam, hogy nem ő volt az. És te ehhez mit szóltál, hogy így beront valaki? Én nagyon, nagyon meglepődtem. Mostam éppen egy laborvíz volt a kezemben, és nem sok kellett, hogy ráborítsam mérgenbe. Kiakadtál. Igen, 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 mert hát én nem is voltam az ablak környékén. Uh-huh. De hát így utólag nagyon hálásak voltunk ezért. És te is ugyanazon az egyetemen tanultál akkor? Igen, igen, egy postaüzemi szakon. Postaüzemi. Hány évesek voltatok? 18-20, uh-huh. Valahogy hát 87-ben voltam, 22. Uh-huh. És győri születésűek vagytok, nem, vagy teljesen Békés? Akkor Békés Csabáról mentél én Győrbe. Olyan gyerek voltam, hogy szerettem volna minél távolabb menni az otthontól. Hogy miért? Azért, mert elég szigorúan neveltek a szüleim, tehát világi szempontból egy nagyon erkölcsös nevelést kaptam tulajdonképpen, és mindig a segítőkészségre neveltek, tehát tényleg jó nevelést kaptam. De hát nem éltem az akkori életfogalmak tekintetében. Sok volt a kötöttség? Hát édesanyám óvodai dolga volt, és a városban mindenki ismerte, ezért, hogyha én bármit csináltam a városban, akkor mire hazaértem, akkor már édesanyám tudott róla. Tehát jaj, ezért nagyon figyelni kellett arra, hogy mit csinálok, és akkor elmentem Győrbe, főiskolára, hogy éljek. És kiélted magad, úgymond? Igen, de már szerettem volna nagyon megállapodni, tehát nem volt jó az az élet. Ezt így belül érezted? Igen. De érdekes, pedig gondolom nem annyira konszolidált életre nem. Neveltek. És akkor így honnan jöhetett benned ez az éjség? Hát az üresség, tehát azért én elég könnyen teremtek most is, meg teremtettem korábban is kapcsolatokat, és nem volt benne semmilyen töltet, tehát... Teljesen más volt, mikor az évához berontottam, és becsuktam magam mögött az ajtót, akkor így fölnéztem, mondom, de nagy hülye vagy te, fiam. Tehát, hogy így éreztem, hogy megláttam őt, akkor találkoztunk szerintem először. Igen. Aha. De hát hál' Istennek nem utoljára. De akkor már így valami megdobbant a szívedben, vagy még úgy semmi? Hát teljesen másképp nézett ki, most 100-szor, 1000-szer jobban néz ki. Ó. Nem tudom, tudsz róla? Most egyik... mondta így először, Éva, ezt. Az ennyi kúrokjánkban se szokta, tudtál róla, nagypapa? Tehát nem így nézett ki. És én bevallom férfiasan, hogy elég bunkon is viselkedtem vele. Azt tehát nem voltam ennyire szeretetteljes, mint most. Aha, tehát nem ilyen úriember módjára? Hát ezt mondja elő. Na mondd el, Éva, mondd el. Nem, nagyon, nagyon határozott volt, vezetőtípus egyébként. Most is az, de most már teljesen átformálódott, és a szó jó értelmébe olyan, ami ennek egy családfőnek kell lenni. Tehát szerető, gondoskodó, de vezető. Régen nem ilyen volt, régen csak vezető akart lenni, a másik két tulajdonság az nem volt meg benne, és hozzáteszem, hogy én is erre törekedtem, tehát ebből is voltak galibák. Tehát te is domináns akartál igen, lenni. Igen, én is akartam lenni. De akkor, ha úgy érezted, hogy egy kemény vezető típus, akkor mi tetszett meg benne? Talán pont a határozottsága. De gondolkodtam ezen sokat utána, mert ugye néha megkérdezte, hogy miért jöttél hozzám feleségül, mondtam, hogy ezt Isten rendelte, így ez egész biztos.
Talán a határozottsága, csak hát nyilván bennem is voltak olyan tulajdonságok, ami miatt nem fértünk össze azért az első pár évbe, tehát nagyon, nagyon nehéz, megviharos időszak volt ez. Ugye eleve én egy nagyon dacos kamasz voltam, én már általános iskolába, középiskolába, és a tanáraim azt javasolták, hogy mindenképp pedagógiai pályára menjek, és én rendkívül fel voltam háborodva rajta, hogy nehogy már mások mondják meg, hogy én mi akarok lenni. És ők miért mondták ezt? Mert látták, hát, hogy határozott igen, vagy? Igen. Aha. Hát valószínű azért, de általános iskolába is már segítettem a tanítóknak kicsiknél. Nem hiába mondják, hogy ez egy hivatás, és erre születni kell. Igen. Isten is annak teremtett. Így van. 12 éves korában már ellenőrzőket írtál, vagy? Igen, de az az érdekes, hogy én mindig az akartam lenni egyébként, mindig pedagógus akartam lenni, csak az háborított fel, hogy mások, már a másik. Hát igen, mások megmondták. És te hol nevekedtél? Én Beleden születtem, aha, és a Sopronhoz közel van. Kapuár mellett. És hát nagyon jó tanáraim voltak, tehát egy nagyon ideális kép volt így a pedagógusokról bennem, de hát mivel rossz kamasz voltam, ezért felháborodtam, és hát postaforgalmi szakközépiskolát végeztem, és postaüzemi szakon a főiskolán, és akkor utána ugye összeházasodtunk. Várja, még a családi neveltetésedről mit kell tudni? Nagyon jó volt a kapcsolatom a szüleimmel, nagyon jó példák voltak egyébként, ők most is még jó példák előttem. Konzervatívok voltak, tehát igyekeztek erkölcsös életre nevelni. Vallás? A nagyszüleim voltak nagyon vallásosak, a szüleim akkor még nem. Uh-huh. Miután mi megtértünk, akkor kezdtek el így érdeklődni a vallás iránt. Jó, vallás iránt. Igen, és... jó a kapcsolatunk velük egyébként. Uh-huh. Na és akkor, lenni. Tehát, hogy hirtelen berobbantál az életébe, oké, hogy akkor itt volt egy félreértés, hogy nem őt akartad számon kérni a beszólás miatt, és akkor úgy hogyan tovább? Tehát kimentél a szobából, és utána hogy folytatódott így a kapcsolatotok? Véletlenül? Hát utána már volt egy kapocs, hogy ismerjük egymást, mert hát találkoztunk és beszéltünk, igaz, hogy annyit, hogy nem én voltam, te voltál. Utána szerintem egy ilyen testi dolog volt az egész indítatás. Uh-huh. Sokat beszélgettünk talán, és gondolkoztam rajta, hogy a szeretetről alkotott véleményünk más volt, mint most. Uh-huh. Tehát ugye most a szeretetről a világban az van, hogy én szeretlek téged, mert mindent megkapok tőled, amire szükségem van. De az igazi szeretet az pont fordítva van, hogyha én szeretlek téged, akkor mindent megadok neked, amire szükséged van, és meg tudom adni. És ugye ebből adódott az, hogy ugye azt tudtam, hogy a férj feje, vagy a férj feje a feleségnek, de hát azzal nem foglalkoztam, hogy a férj feje, vagy a feleség, na, a férj feje a Krisztus. Igen. És én uralkodni akartam az Éván, tehát... tényleg is kiszolgált, és most meg nagyon idegesít már néha, ha úgy kiszolgál vagy. Vagy valami, hogy nem kell így körbeugrálni enkem, meg stb. Uh-huh. De az elején ezt elvártad. Igen. Uh-huh. És egyébként miért pont ő lett a feleséged? Azt szoktam mondani egyébként, hogy térden állva könyörögtem, igen, hogy vegyen el feleségül. Ja, te neki. Igen. Aha. Ezt szoktam mondani, és akkor én mindig meg szoktam hagyni ebbe a helyzet az, hogy megsajnáltam. Ez most így furcsán jön ki, de tényleg igaz, mert elgondolkoztam rajta, mert az Éva egy nagyon közösségi ember volt, mind a ketten azok voltunk különben már akkor is, és a KISZ-nek a legmagasabb fokán dolgozott, és utána elhagyták a csoporttársak, vagy a társak, és akkor egy ilyen meghasonlás volt magában, hogy most addig jó volt, hogy ha dolgozni kellett, de most meg senki nem foglalkozik vele. Volt benne egy bizonyítási kényszer. Ő volt a szülei vezetőbeosztásban, voltak a faluba, az iskolában mindig kitűnő tanuló volt, és akkor jött egy nehezebb főiskola, ott meg kellett felelni, mi van, hogyha megbukik. Annyira ideges lett, hogy nem tudta kiadni magából a tudást. Tehát gyomorideget kapott, kórházba került, stb. Komolyan. És akkor ezt egyszer egy bizonyságban elmondtuk, hogy megismerkedtem a Lacival, és akkor utána kórházba kerültem. És akkor mondtam, hogy de nem miattam került kórházba,
hanem azért, mert meg akart felelni, és hogy olyan görcsösen. A maximalizmus, igen, ugye, meg a teljesítménykényszer. Talán az is, hogy ugye nem tudtam, hogy ki vagyok, mert ugye tehát volt egy tervem, dacból nem oda mentem, tehát nem azzá lettem, és nagyon sokat foglalkoztatott az a kérdés, hogy te jó ég, nekem most már mindig ezt kell csinálnom, de én ezt nem is szeretem. De akkora nagy volt az ego, meg a dac bennem, hogy hát nem tudtam elképzelni azt, hogy ebből lehet váltani majd később. Aha, aha. Hihetetlen, ahogy így beszéltek, hogy meg tud változni az ember. Tehát ezt most már ki nem nézném így belőled. Igen. Fantasztikus. Igen. Na, de akkor térjünk vissza a történetre, tehát sajnálatból elvetted feleségül. Igen. És akkor ugye ez volt 87-ben, akkor így az első évek nem voltak túl zökkenőmentesek. Hát 87-ben én már leszereltem, elmentem katonának. Ó, akkor még volt. Sopronban voltam határőr, és ő pedig főiskolára járt. És akkor... Melyikre? Tovább Győrbe. És akkor engem a katonaságban az igazságtalanság az teljesen kikészített, soha nem tudtam, vagy nehezen tudom az igazságtalanságokat elviselni. Amúgy hasznos a katonaság szerinted? Hát abból a szempontból, hogy meg kell tanulni a fegyelmet. Tehát, de ezt meg tudja csinálni egy szülő is. Tehát egy szülő is, amikor a gyereknek az a feladata, a szülő azt mondja, hogy olvasson két olvasmányt, és akkor a nagyszülő segít a szülőknek, hogy ha vigyáz rájuk, akkor olvasson, és próbál vele alkudozni, hogy nagypapa, mondhatok valamit, hogy szeretnék játszani. Mondom, játszhatsz le, akkor olvasd el először ezt az olvasmányt, és utána mehetsz játszani. Na de hát... apáik megszokták engedni, hogy előtte játszak. Mondom, lehet, de most sokkal egyszerűbb lesz, hogyha te elolvasod, és utána addig játszod, ameddig akarsz. És mondom, ezt most nem hagyod kell. Magad, meg tudod állni? Persze. De most figyelj, ez nehéz ügy, persze, hogy én mindig elmondom az apáknak, hogy sok sikert kívánok nekik, hogy nemet mondjanak a lányuknak, mikor ilyen kerekbarna szemekkel, fürdős hajakkal rájuk néznek. És én a Dorent 3-4 éves korában megtanítottam, hogy csukott szemmel nézzen rám, hogy ne olvadjak el. De az a helyzet, hogy meg kell keményíteni a szívünket néha, mert az ő érdeke, ha nem tanulja meg azt, hogy nem mindig azon, amit ő akar, akkor ő egy követelőző valami lesz. Igazad van. És ezt nekünk, és ha érzi azt, hogy mi szeretjük, akkor tőlünk sokkal jobban elfogadja. Aztán lehet, hogy be kell vetni a pénztárcát is, hogy olvasson a gyerek, meg minden, de Isten nagyon bölcsességet a szülőknek arra, igen, hogy tudja rávenni a gyereket arra, hogy azt csinálja. Meg mint. Ez, hogy ilyen szelídséggel tudod ezt előadni, mert ugye sok szülő lehet, hogy ott is elrontja, hogy keménykedik, és akkor olyan zsigerből, tekintélyből akarja lenyomni a gyerek torkán, hogy na azt csináld, amit én mondok, különben akkora pofont kapsz, igen, hogy kirepülsz a szobából. És nem biztos, hogy ez a hatékony. Hát most lehet, hogy a gyerekeim, hogyha majd visszahallgatják, vagy hallgatják ezt, akkor így eszükbe jut egy-két ilyen megnyilvánulás, mint amilyet te akkor mondtál. Ilyen is volt, nyugtass igen, meg, nem mindig voltál ilyen szelíd, igen, nagypapa. Igen, nagyon sokat változtunk. Igen. Isten minket is változtat, meg bölcsebbek leszünk. Tehát én sokat gondolkoztam az elsőszülött gyermekeknek, ugye mindig kétszeres áldást adott Isten külön. És azért az elsőszülő gyereken azért az ember próbálkozik, tehát még sok mindent nem tud. A többi gyerek már tanul az első gyereknek a hibáiból, problémáiból, ők hogy kezelték azt. Tehát azért nekik sokkal nehezebb, tehát sok elsőszülöttnek sok jó kísérleti nyulak, igen, valamennyire. És amikor két elsőszülöttnek lesz egy elsőszülött, az még... Na, egy kicsit elkalandoztunk, de nem baj, jól tettük. Tehát ott tartottunk, hogy te mentél a katonaságba, ott fegyelmet tanultál. Kérdeztem, hogy mennyire volt szerinted hasznos, mondtad, hogy hát azért máshogy is meg lehet a fegyelmet meg azt tanulni. Is, hogy a hülyeséget hogy kell elviselni. Legalább a tűrőképességedet gondolom fejlesztette ez az, igen, időszak. Mennyi idő volt ez akkor? Nekem még másfél év. Másfél? Az rengeteg.
De jó ég! Határőrség. Azért menni ki a határa, lezárni, mert valaki Debrecenben úgy gondolta, hogy most ki akar menni Ausztriába, és akkor az ausztriai határt zárjuk le, és kapjuk el, és miért? Nem egy bűnöző volt, hanem valami más. Tehát azért én azért nem imádkoztam akkor, mert Istent nem ismertem még, de akkor jött a pápa például Ausztriába, és akkor mentek ki a zarándokbuszok, és akkor sokat beszélgettünk róla, de soha nem fogadtam el. Tehát nem mondtam azt, hogy nincs igazad, amikor erről beszélt valaki, de azt sem mondtam, hogy igaza van. És akkor esküvő után ti hol kezdtétek a közös életeteket? Veszprémben. Na, és a... 21 négyzetméteren. 21 négyzetméteren. Szoba, konyha, előszoba és fürdőszoba. Igen.